Sziasztok, kis cicák! Édeseim, drágáim, ez van, valaki felnyomott minket a GVM-nél. Ugye ez a gazdasági versenyhivatal. Hát ez van, figyelj, irigyek ránk. Tehát ezért... Micsoda, kis cicám? A GVH? Én is azt mondtam. Gazdasági versenyhivatal. De szóljon ebben a banker. Azt gondolom, hogy nem lehet elvitatni a sikereket. Tehát azért én egy országot lefogyasztottam. Tehát anyagilag mindenképpen. Itt mi egy cserencsalád vagyunk. Tehát valaki ezt a cserencsaládot meg akarja bontani. Üzenem neki, hogy nagyon nem fog sikerülni. Gyerekek, a balhé úgy kezdődött, hogy ez a Pitty-Pucsondi, vagy Pötyöndi Edina csinált valami videót, amiben engem is a cserencsaládot ócsárolta. Nyilván ez nem fog következmények nélkül maradni, tehát azt azért nem kell csitálnem. Nyilván a nőket is megértem, téged is, Edina. Tehát azért látjátok az óriás plakátokat szert az országba, ugye ki vagyok oda rakva, ugye előtte, utána, és ez nem csak utána, már előtte is azért nagyon szép mellem volt szerintem. Tehát azért erre sok nő irigy. Csak azt felejtitek el, gyerekek, hogy egy ilyen különakért áldozatot kell hozni. Tehát nem véletlen, hogy én napjában háromszor ezt teszem, ezt teszem, tudod mi ez? Mindenmentes. Tehát nincs benne semmi. Gyerekek, kőkeményen éhezem, azt gondolom, ezt lehet utánam csinálni, jó? Próbáld meg, és majd ha után te így fogsz kinézni, mint én, na akkor úgy serülje. Sokan kérdeztétek, hogy milyen iskolát végeztem, hogy ugye itt osztom az észt. Gyerekek, ez nem kell iskola. Diedetikus, mi? Tudod, hova jártam? Az életiskolájába. Ahol Isten a tanár. Na a diedetikusnak higgy, na az orvosnak, higgyél nekem, jó? Lefogytam. Jól nézek ki? Szerintem nagyon jól. Ennyi, gyerekek. Tehát itt nincs miről beszélni. Azt tudod, amit én mondok. Csináld keményebben. És akkor jó lesz minden. De azért kicicáim, tehát azért nem most jöttem a 620-assal. Tehát azért annyira nem vagyok naív, hogy azt gondoljam, hogy csak a Pöttyös Edina irigy rám. Jó? Tehát azért sejtem, hogy ki van a háttérben, hogy kinyomott fel a GVM-nél. Hello, itt Nobi. Na mi van, te kis újszülött, pici kis pejhes bogár cicám, kis update kis cica? Irigy voltál cicimre, láttad az óriás plakáton, neked csak ez a csimpáncsos jutott, és ez van, tökre megértelek benneteket, hogy felnyomtatok. Ne viccelj már, semmi közöm hozzá. Jó, ne persze, most jöttem a 620-assal. Gyerekek, ne viccelj, nem azért voltam. Azt gondolom, hogy ennél már többre vittem, mint hogy ezt bekajáljam, jó? Tehát, ha már a kajánál tartunk, elulod még ezt a sokszor? Figyelj, ezt meg fogod bánni. Én most fogok bemenni, én tényleg bemegyek a GVH-ba. Nem viccel, mi van, nem megy a kakaós, csak a bizniszt, azt így bóckodsz. Jelkezd a GVH-ba, vagy mi az, AVH? Na majd beszélünk, most leteszlek, jól van, kis csigabiga figurám, édes kis lárvarcú cicám. Szervusz, hernyó. Gyerekek, ne aggassatok a GVH-ra, jó? Ne érdekel, hogy miket írkálnak, hülyeség az egész. Vegyétek meg a termékeimet, mert tényleg már nagyon szeretnék kiköltözni Tájföldre, jó? És ha több mindent szeretnétek megtudni erről a balhéról, akkor június 23-án este 19 órára gyertek el Miskolcra, az Ady Endre Művelődési Házba. Most fog föllépni a Somogyi András, jó? Ott nagyon szeretem egyébként, Kandúr Bandi, édes kis sejmes szőrű kis cicám. Én is ott leszek. Ja. Jegyeket ott hol tudsz venni? Tixa.hu